A 15 éves korosztályban először rendezett világbajnokságot a röplabdázóknak a Nemzetközi Iskola Sport Szövetség, és a tavalyi diák olimpiai győzelmének köszönhetően a Móricz képviselhette a magyar színeket Porecsben. Azt már a kezdés előtt lehetett tudni, hogy a sorsolástól is nagyban függ majd, hogyan szerepelnek a nyíregyháziak. Moraszki Gyuláné együttese a későbbi győztes kínaiakkal, a negyedik helyen záró ukránokkal és az ötödik hollandokkal került egy csoportba. Három vereséget követően csak a 13. helyet játszhattak a lányok, amit meg is szereztek a nepáliak és az azeriek ellen aratott győzelemmel. A kínaiak azok nagyon magasan, tehát ők lettek a világbajnokok, magas szinten röplabdáztak, tehát csak tanulhattunk, de a holland és az ukrajna meccs ez alakulhatott volna másképpen is, hiszen 13-10 mi vezettünk a hollandok ellen, és sajnos kiengedtük a kezünkből a mérkőzést 16-14-nél. Ugyanez megismétlődött az ukrajna ellen is, és így, mivel nem volt keresztjáték, így csak a 13-15. Helyen tudtunk játszani. Ott a Nepál és az Azerbajdzsán csapatát sikerült legyőznünk. Azt gondolom, hogy büszkének kell lennem a lányokra. Az öt hivatalos mérkőzésen kívül több barátságos meccset is játszottak a múlicosok, akik így több röplabda kultúrából kaptak ízelítőt. A sport mellett kirándulásokat és kulturális eseményeket is beiktattak a programba a szervezők. Helytáltak a lányok. Ez az eredmény ez elfogadható. Szakmailag sokat gyarapodott a stáb, a felkészítő pedagógus, illetve újabb kapcsolatokra tettünk szert a Nemzetközi Móricz Kupa kapcsán. A spanyol és a kínai együttes már bejelentkezett a Móricz Kupára, utóbbiak pedig meghívták Pekingbe a nyíregyházi csapatot egy nemzetközi tornára.